26 травня 2019 року о 5:20 знімальна група телеканалу «21 Ужгород» перетнула україно-угорський кордон. Наш шлях на Будапешт. Автомагістраль М3, і вже о 9:00 ми в столиці Угорщини. Фільм 21-го каналу презентує Україну на міжнародному фестивалі ромського кіно, який вже вдев'яте проходить в Будапешті. Закарпатський Роман Улав презентує «Хліб наш насущний, дай нам сьогодні». Фестиваль ромського кіно у кінотеатрі «Art and Cinema» на Erzsébet Körút. A roma kultúrával, cigány kultúrával kapcsolatban bármilyen információja lenne a nagy közönségnek, ezért elengedhetetlenül fontosnak tartjuk, hogy bemutassuk ezeket a filmeket, és 2009 óta ez a 9. fesztivál, minden évben összeválogatunk olyan filmeket, amit úgy érzünk, hogy mindenképp megszólítja a nézőt, és a legfontosabb az, hogy tényleg egy olyan képet kapjon mindenki erről a roma cigány kultúráról, ami megfelelő és tényleg igényes alkotásokon keresztül dolgozza fel. Minden évben van egy külön tematikánk és egy üzenetünk, amit ebben az évben az ember küzdj és bízva vízzel tematika, és ami nagyon fontos, az a küzdés, küzdelem, mert úgy érezzük, hogy minden történetben benne van az a kitörési lehetőség, ami az embereket meg tudja mozgatni, és mindenképp nagyon fontos, hogy ezt mi át tudjuk adni. A másik pedig egy olyan küzdés, amire emlékezünk ebben az évben, az vetítünk olyan filmeket is, és ez is egy külön küldetésünk és üzenetünk, hogy megismerjék például a cigány holokausztot, a poraimoszt, mert a poraimoszról nagyon keveset tudunk. Minden katonánál kutya volt, a kutyák iszonyatosan csiholtak, és szembe voltak a cigányok, akik ott álltak, és fogták a gyerekeiket, a családmistrók, fogták az anyjukat, az apjukat, akik ott voltak mellettük, ott egybe álltak, egy tömbbe, szorosan egymás mellett, és szembe velük ezek a vérszomjas kutyák, akiket alig tudtak tényleg a pórázon visszatartani a katonák. És akkor elindultak, és a katonák elkísérték őket a gázkamrába. Megfogadtam magamnak, hogy túlélem. Az lesz a feladatom, hogy mindenkinek elmondjam, hogy itt mi történt, micsoda embertelenség, micsoda állatok, micsoda rettenetes helyzetek, és hogy bánnak velünk. És ezt el kell mondani mindenkinek, és aki túléli, annak kötelessége, hogy azért harcoljon, hogy soha többé ne legyen ilyen. Програма фестивалю насичена зустрічами з представниками ромської творчої інтелігенції. Romák ugye szimbiózisban élnek a magyarsággal, és a két kultúra kiegészíti egymást, egymással szorosan összefüggő dolgokat produkál. És éppen ebből kifolyólag ugye sokáig volt az, hogy a magyar kultúrában is ugye volt ez a sírva vigadás kultúrája, jelen volt, meg sőt, szerintem a mai napig is jelen van.
amikor elég érdekesen fejezzük ki azt, hogy mi vidámak vagyunk, tehát ezt a többi nép ezt valószínűleg nem tudja így megérteni, de a romákra is ez jellemző szerintem inkább, hogy ilyen kicsit keserédesek, mert azért vannak elég, van az életnek egy csúnyábbik arca is, amely felénk fordul időnként, nem mindig a szép arcát fordítja felénk az élet, és ez nyomot hagy azért a roma kultúrán és a roma életérzésen. Říkají oktovár deš, taj panšto, toto berš, jenke saska sebe festivalura. Aba sár nači sajlas kodi vrama, aba pekadal vrami, aba naprekeren romenca kade festivalura. Sinke univar, univar, de aba kodo nakasa volás, ojsos kosas, ande oktovár jekmia, én jásilátai, oktovár des bes, a tuncsinke száz fesztiválóra. Budjéne a bilám ketáne, budjéne giában az, kelen az, szikában az penge festményúra. A kának kadi lásírom, nyikérdászám menge, a kárdászám be ketáne. Lossal múró illó, hogy dikávt lengó trájó, lengó múj, Hászva, könyvét. Mamakám, édesanyám, handemúli színe, szúne, szári kíra, drádemkali mandé gindura, szotékebb devla. Gondboldele pálpále, hande csori pusztia. Kedá a romeszke, de pagren lesz kohíló. Vika de pároja máro traj. Ki odeloro bisárta sa menge o lo lo serelmu, kamau kálo grasnáš la stará mára bachťa sa. Igazából azt gondolom, hogy nagyon fontos ez a mostani összejövetel több szempontból is. Ezáltal megismerhetjük az egymáshoz való viszonyulást, és nagyon jónak tartom ezt a kezdeményezést, ami mai nap itt lefolyt. Яскравий епізод культурної програми фестивалю – виставка робіт митця Олаха Норберта. Színészként és drámatanárként dolgozom. Nagyon ritkán írok verseket. Korábban, fiatal koromban jelent meg egy verses kötetem. És az a vers, amit itt felolvastam, ez egy kiállításhoz készült, ami egy nagyon jó barátomnak, az Olá Norbertnek, egy festőművésznek a kiállítása. Ő Budapest 8. kerületéről, ami egy sokáig egy ilyen marginalizált terület volt, ahol szinte csak cigányok élnek, és ezt a kerületet festi meg, de olyan szemszögből és olyan látásmóddal, amire én azt mondtam itt a kiállítás megnyitón, hogy egyenes háttal, emelt fővel és büszkén tekint erre a kerületre. Azt a magabiztosságot sugározza, amit akkor kezdtem el érezni és megtapasztalni, amikor azt éreztem, hogy nem vagyok egyedül cigány emberként, nem vagyok egyedül cigány alkotóként és művészként ebben a világban, és itt Budapesten vagy Magyarországon, és hogy van értelme annak, amiket létrehozok, amikről gondolkodom, akár színházilag, akár egy-egy foglalkozás, amit a gyerekekkel tartok, mert vannak pályatársak, vannak művész kollégák, akikkel ezeket a gondolatokat meg tudom osztani, akikkel össze tudunk dolgozni, együtt tudunk alkotni, és ez egy nagyon-nagyon felemelő érzés. Épül belülünk valami olyan bázis, egy olyan fal, vagy egy olyan építmény, ami biztos alapokon nyugszik. Nagyon fontos, hogy fiatal roma művészként meg tudom találni azokat a gyökereimet, amiből indulok. Van már
költészet is, ami régebbről gyökeredzik. Van színház, van irodalom, van képzőművészet, amit cigány emberek adtak a világnak. És ez is egy fontos dolog, hogy cigány emberek adták, de nem csak a cigányoknak, hanem a világnak. És nem csak a zenére gondolok, de talán a zene a legegyértelműbb, hiszen nem véletlenül világhírűek a cigány zenészek. Az egész zenét, a zenei kultúrát, amit a cigányok létrehoztak, az egész világ élvezi, és az egész világ gyönyörködik benne, és ugyanúgy egy képzőművésznek az alkotása, egy maradandó alkotás, ami az egész világ számára gyönyörködtető, az egész világ számára befogadható. És a színház, amiben én speciálisan alkotok, és amiben színészként jelen vagyok, az egy nagyon pici szelete ennek az egésznek. Демонстрація фільму телеканалу «21 Ужгород» стала фінальним акордом фестивалю. TV21 Ungvár alkotói is köszönhetjük itt. Csofka Viktort szeretném nektek bemutatni. Я христианка, верующий человек, читаю Библию, молюсь Богу. А Бог дал мне любовь к людям. И отдаю эту любовь людям просто. Ez egy nemzetközi filmfesztivál, több filmünk Magyarországról érkezik, tehát a legtöbb film Magyarországról érkezik, de természetesen Európából is nagyon sok film érkezik. 2019-ben mutattunk be először Ukrajnából érkező filmet. Ez a film nagyon izgalmas és nagyon jó történetet dolgoz fel. Csofka Viktor mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma című filmje, és a közönség egy olyan képet kaphat az adott területen élő segítő szándékú főszereplőről és emberekről, ami mindenképp követendő példa. Az az akarat, az a küzdés, ezért is fontos nekünk ez az üzenet ebben az évben, hogy a küzdelemé, a küzdésé, a küzdésen van a hangsúly. Ebben a filmben is egy olyan szociális munkás hölgy a központi szereplője a filmnek, aki nap mint nap azért harcol, hogy a mély szegénységben élő, vagy hátrányos helyzetben élő embereknek mindenképp élelmiszert tudjon biztosítani nap mint nap. Itt, mint önkéntes segítő vagyok jelen ezen a fesztiválon, ami egy nagyon jó kezdeményezés, azt hiszem, mert tényleg ilyen unikum filmeket mutat be, amit máshol nem néznénk meg, vagy nem is jut rá ideje az embernek. És hát ez a film, amit most láthattunk, ez nagyon közel állt az én szívemhez, mert amúgy pedagógus vagyok, és mi is szoktunk akár gyülekezetben is ilyen munkát végezni, meg azon túl is, és azt gondolom, hogy egy olyan hiányra mutat rá, tehát akár az étel, a lelki segítség, meg sok minden hiányára, amire szüksége van közösségeknek, gyermekeknek, és amit be kéne töltenünk, és nagyon kevés szó esik általában erről. Minél több ilyen film van, annál remélem, hogy annál inkább felfigyelünk rá, és megélénkül ez a munka. Legyen így! Враження глядачів – найвища нагорода. Попереду наступні.